Csak sétálj mellettem és légy a barátom. Ezzel a mottóval hívta a fiatalokat az Utcu Alapítvány, hogy együtt fedezzék fel a messzesi városrész múltját és jelenét. Ezúttal Ignác Andrea osztotta meg a környékkel kapcsolatos személyes tapasztalatait az érdeklődőkkel, és beszélt egy többnyire romák által lakott városrészről. A séta során a résztvevők bármilyen kérdést feltehetnek. A válaszadók roma származása és a területhez köthető személyes élményeik teszik hitelessé a közös sétákat. Ehhez a területhez, a bányászathoz, vagy akár az itteni embereknek az életéhez fontos pontként kapcsolódik. Te mikor találkoztál az Utcu Alapítvánnyal, mikor ismerkedtél meg vele? Én most már 6 éve lesz nem sokára, hogy önkéntesként dolgozom az Utcunál. Először Pesten, amikor Pesten éltem, akkor ott az ottani csapatot erősítettem, úgymond. És most visszaköltöztem Pécsre, úgyhogy most már így a pécsi csapattal dolgozom együtt, és a sétákat pedig így most kezdtük el igazából kifejleszteni, illetve működtetni. Sokan vagyunk, szerencsére, nagyon sok önkéntesünk van, körülbelül ilyen 15 fő az, akiket így tudunk mozgósítani iskolai foglalkozásokra és akár a sétafoglalkozásokra is. A mai sétának a Fehérhegy ugye az első vagy nulladik állomása, ez a bemutató állomás, és akkor innentől haladunk így lefelé a 6-os útnak az irányába, jó néhány állomással, és amit kiemelnék belőle az az, hogy útközben mert le tudjuk ejteni, útba tudjuk ejteni a Rásznékalányos Gyöngyinek a lakását, ahova ő fölenged minket, és egy ilyen mini kiállítást állított nekünk össze. Ott lesz egy ilyen tálatvezetés, amit ő fog vezetni. Illetve aztán a végén pedig, hogy haladunk tovább lefelé, ott a Kóstolda lesz majd az utolsó állomásunk, ahova betérünk. De nyilván egy csomó olyan állomás lesz, ami így ehhez a területhez, a bányászathoz, vagy akár az itteni embereknek az életéhez fontos pontként kapcsolódik. Az Utcu Alapítvány 2010-ben azzal a céllal jött létre, hogy csökkentsék a sztereotípiákat a többségi társadalomban, hogy párbeszédet, interkulturális találkozásokat kezdeményezzenek romák és nem romák között. A mi székhelyünk az Budapest, és mi vagyunk most már Pécsen is, Miskolcon és Ózdon, és ennek köszönhetően vagyunk ma itt. Ezeknek a sétáknak a története az, hogy ez egy iskolai foglalkozásból nőtte ki magát, tehát a szervezetnek az alaptevékenysége az, hogy főleg iskolákba járunk, roma fiatalokkal, akik vezetik ezeket a sétákat is, meg az iskolai foglalkozásokat is, és az iskolai foglalkozásoknak a témája a roma identitás és kultúra. És ennek keretében mi készítettünk egy olyan foglalkozást, amivel kimentünk az utcára a gyerekekkel, és innen indult a Gyere velünk a 8 kertbe sétánk, és ennek a mintájára építettünk ki itt, és alakítottunk ki közösen az önkéntesekkel egy sétát a belvárosban, aminek az a neve, hogy belvárosi roma séta, és most a társadalmi vállalkozás keretében indítottunk egy olyan sétát, ami teljesen a 8. kerületnek a mintájára, a 8. kerületi sétánknak a mintájára indult el, és ez a sosem látott Pécs. Elindult az Utcu Alapítványnak a társadalmi vállalkozása, aminek keretében városi sétákat indítunk Budapesten és Pécsen, és most a pécsi sétát fogjuk bemutatni. Szia, megjöttünk! A legutóbbi pécsi sétán a fiatalok ellátogattak Rácné Kalányos Gyöngyi festőművész lakásába is, és megcsodálták alkotásait. Nem szabad elfelejteni se a cigánynyelvet, se a kultúrát, se a hagyományt, se a szokásokat. Ez fontos, hogy tudják a fiatalságok. Ezért festem meg, hogy ne felejtsék el. Én ezért tartom azt, hogy fontos legyen, mert hogyha egy cigány gyerek nem tudja a szokásokat, a hagyományokat, ez elég szomorú dolog ránézve. Van olyan, hogy a Gandhiból jönnek itt este, és itt érdeklődnek afelől, hogy milyen volt az életem a cigánytelepen, és tehát hogyha van valami kérdésük, fölteszik, én nagyon szívesen válaszolok rájuk. Úgyhogy vannak rengeteg érdeklődők. Ezekkel a sétákkal az Utcu Alapítvány célja, hogy együtt fedezzék fel a környék értékeit, és hogy csökkentsék a félelmeket és a romákkal szembeni előítéletet.